Lehet Far Cry 5. Hát most mit mondjak? Ihet laptopon 1050 Ti-os videókártyával csak a második legjobb beállítást. Úgy is mondhatnám, hogy a második legrosszabb beállítást lehet megengedni. Olyan gépigénye van a tudnak. De hát a játék az gyönyörű. Itt éppen egy mellékületés, egymászó csapatot kellett megkeresni, akik itt egy megfigyelő pontot alakítottak, az egyik legmagasabb hegyen a játékban egyébként. És ilyenkor, hogyha az ember megtalálja őket, akkor mindenféle szuper dolgokat talál. Itt ugye lőszer dögivel, meg egy csomó pénz, amit előbb már innen összeszedtem. Csak hát ide is kellett már mászni, kérem szépen. Egy két segítő van. Az egyik ugye a Boomer kutya, a másik pedig a egy idomított puma. Hát nagyon szuper egyébként a dolog, a Boomer az azt csinálja, hogy összeszedi a fegyvereket. Hát az ellenséggel harcol, akkor kikapkodja kezükből a fegyvert. Ugye a Peach szintén azt csinálja, ő még csöndben is, tehát odalopozik a fűbe, és elkap bárkit hátulról. Ugye lehet emberekkel is szövetkezni, már amikor még élnek egyébként, és ők is segítenek az emberek egy-egy küldetés végrehajtásában, de én nekem ez a egy kis dög jobban tetszik, megmondom őszintén. Valahogy aranyosabbak az ember, el van velük. Na kérem, itt vagyunk a világ tetején. Egyébként biztos, hogy a full beállításokban még szebb a dolog, de itt se lehet panaszkodni egyébként. Egy óriási nagy valós világot állítottak össze itt a készítők, tele meglepetéssel. Mindenféle szuper fegyverekkel, köztük ugye a pisztoly a legkevésbé szuper, de például távcsöves puska. Itt a madarak is megtámadják az embert, hogyha nem vigyáz, meg a medvék, meg a pumák, meg a rozsomákok, meg mindenféle állatok. Ugye itt egy medve előbb már megküzdöttem vele, de azért jó, hogyha az ember ezekkel a vadállatokkal megküzd, mert utána meg lehet őket nyúzni, és a bőrüket azt el lehet adni jó pénzért. Na szóval, játék szuper jó, majd mutatok még belőle részleteket. Ez is egy olyan játék, ami nagyon megéri az árát. Egyébként mindenféle variációval lehet venni, természetesen vannak mikrotranszakciók játékon belül, tehát lehet venni fegyvereket is, de hát én eddig egy forintot nem költöttem játékon belül, és mégis szuper jó fegyvereim vannak. Hát az emberek csinálni kell a missziókat, és akkor megkapja a pénzeket. Na, eleget bámészkodtunk. A fő küldetésem egyébként az, hogy meg kell találjam az egyik felszínnek a helikopterét, amit is minnyi a bácsik elloptak. Már két helyen megnéztem, ott nem volt, ott van a harmadik hely 1835 méterre, hát megpróbáljuk ott megnézni. Na, hát innen most másszunk le, úgyhogy fölmásztunk, hát nem. Hanem jutunk egy ejtőernyőt, akkor szépen elejtve ernyőzgetünk. Fölöttünk az ernyő, fújja a szél, lehet természetesen irányítani. Közben, hogyha úgy tartja úrik petünk, akkor kicsit lődözhetünk is az ellenségre. Természetesen a szövetségesek azok nem maradnak le, követnek, jönnek utánunk ezerrel. De egyre kell vigyázni, hogy az ember nehogy véletlenül becsukja az ernyőt, amikor ilyen magasban van, mert abból nagyon nagy bajok lehetnek.
Egyébként lehet forgolódni, mind a kettőt el lehet húzni, akkor bele gyorsít az ernyő. Természetesen olyan kis dolgok, mint hogy ott megy a puma, követnek, most éppen meg fog küzdeni, úgy látom, egy medvével. Legalábbis a medve koma próbálja utolérni, de hát nem fogja utolérni. De utoléri, majd a boomer segít neki. Nem, a boomer szalad ezerrel. Lefele keresik az utat, ugye, mert a sziklákon nem tudnak lejönni. Először aggódtam egyébként, hogy a kutya meg a macska nem tud követni, amikor autóval megyek, de hát elég gyorsak, úgyhogy tudnak követni. Ellenségnek egyébként éppen sehol semmi nyoma. Ez nagyon pozitív. Hát még azért lesz 1300 méterünk, hogy eljussunk addig a helyig. Itt egy fölhagyott. Aha. Vannak kilógatva halottak. Ezekbe az ültetvényekbe nem szabad belemenni, mert az ember elkábult. Na, itt egy ellenséges jármű. Viszik a cuccot. Na. Hol vannak a kis segítőim? Jönnek, jönnek, ott jönnek. A boomer. Ugye jön a puma is lefelé. A ciklán, úgy látszik, nem talált még le. Keresi az utat. Kis szíve. Na mindegy, eddig nem megyünk az útról, mert ugye én találtok egy gyűrű kurával, Lord of the Rings-be se túlja az úton tartózkodni, hogy ott járnak a csúnya bácsik. Hát ugye a történet az egyébként, hogy ezt a megyét egy ilyen vallási, fanatikus emberke a bandájával hatalmába kerítette, és amikor megpróbált a sheriff a rendőrbíróval letartóztatni, akkor mindenkit kinyírtak. Így van a... Ezek ilyen kis kérdések. Na, tehát így nyúzunk meg egy állatot, ott éppen van egy puma. Hullánk. Na, tehát a lényeg, hogy megpróbáltuk ugye letartóztatni ezt a gonosz embert, nem nagyon engedte magát. Úgyhogy azóta meg ugye itt a megyét próbálja az ember felszabadítani, és próbálja ezeket a gonoszokat szépen egyenként kinyírni. Hát erre vigyázni kell, mert amikor az ember bemegy egy ilyen helyre, ahol rossz a levegő, akkor nem nagyon használ az egészségének. Nézzük. Fúg bele a vízbe. Ússzunk. Tehát olyasmire is figyeltek egyébként, hogy az ember tud úszni mellúszásba is, meg gyors úszásba is. Tehát a játék ilyen fincsi. Hát itt vannak a gonoszok. Éppen táplálkoznak a zombi bácsik. Ugye még minden sem a zombi. Opa, nem hal meg, hogyha az ember csak úgy lelövi. Legalábbis előbb nem haltak meg. A biztonság kedvéért adunk nekik. Ezt a szarvasbört eltesszük, tehát még jól fog jönni az embernek. Ugye minden járműbe be lehet szállni, minden járművet lehet vezetni. Nem bonyolult, tehát nem GTA, hogy az embernek minden járműnél más-más kell megdobnia. Egyszerűen ki van találva. Az ember az E betűvel beszáll a járműbe, és utána a nyilakkal irányítja a járművet. Közben tud nézelődni, akár tud lőni is. A kutya megköveti az ember szépen. Most az a cél, hogy eljussunk ide a utolsó, reményem szerint utolsó helikopter leszállóra. Hogyha akad a játék, az azért van, mert megy a háttérben a rögzítés. De nem szabad szágyúrozni ész nélkül, mert vannak sajnos ellenségek erre-arra. Például itt is csúszkál egy a hajóba, akit valaki sikerült kiírtani. Ilyenkor a pisztoly van ugye defaultba elől, de hát az nem lesz ide alkalmas. Mert ez a mesterlövész puska se közel harcoz, ahhoz jobb egy hevedeles gépfegyver. Lehet őket hevedelezni.
De lehet, hogy nincs itt senki egyébként. De nem is tudom, ott vannak a gonoszok. Épp itt a civil lakosságot agyusztálták. Itt a jó testvért most megszállítottuk. Nem csak itt kedvesen adtuk neki. Hopp, itt egy VIP, akikkel jó sok pont jár, ezeket írtani kell. Majd egyébként a Boomer meg a Puma meg a Puma lerendezi. Ha nem ő rendezi, de őket ér. Sajnos, hogy belőjük nagyon sokat bele kell lőni, nem adják magukat olcsón. De utána mindenféle dolgokat talál az ember. A gyerekek föltartották, amíg én újra tudtam tölteni. Hát szóval el lehet játszani a játékról, hogy egy teljes világ, teljes konkrét univerzum. Természetesen van multiplayer, be lehet a kutya meg a puma helyett akár a barátaink is játszhatnak karakterrel, és szépen segíthetik a játékunkat, lehet egymás ellen is játszani. Szóval szerintem nem hiába sikeres a játék. Bármi pénzt megér, ugye az ember hónapokig eljátszik veled, és hogyha így vesszük, akkor egy ilyen 11 ezer forintos összeg egy hónapnyi szórakozásért nem olyan óriási pénz. Ugye a Steamen is fönt van, tehát minden további nélkül kettő kattintással megvásárolható. Nem csalódtam benne egyébként. Hát igaz, hogy már a világ összes gépe nem lenne elég ahhoz, hogyha az ember mondjuk 4K felbontásba és teljes grafikával akarná játszani. De most igen, le van butítva a grafika és csak Full HD-ba játszunk. De hát azért ez sem olyan rossz, ugye? Megnézzük. Amikor az ember így össze van fázva, és a lakásba kényszerül, akkor nagyon sok unalmas órától mentheti meg az embert. Jönnek a vadállatok. Vadászatógép puskával. És fogunk. Lehet őket meríteni. Ugye mindig belefutunk a kultnak a dolgaiba. Aztán ilyenkor nem látják, hogy honnan lőttem. Mert jó messziről lőttem. Ugye ez nagy kaliberű romboló fegyver, egy lövés. Nem viszont látás. Lehet taladni. Hogy az ember hallja a jármű hangot, akkor oda, érdemes odafigyelni, mert akkor azt jelenti, hogy jönnek. Illetve arra kell figyelni, hogy nehogy az ember véletlenül lecserélje a frankó fegyverét valami szutyokra, mert az elbetű az több mindent csinál a játékban. Ezzel lehet átkutatni az ellenfelet, és meg ezzel lehet lecserélni a... Ugye innen fejlenek. Ja, ide dobálják, hogy nézem a zombikat. Hát akkor ide nem megyünk be. Ha nem megyünk. Még van 390, 80, 70 méterünk, az 360. Majd célig 350. Hát a kutya meg a puma az gyorsabban szalad, mint én. Ugye liheg a srác, hogyha néhány lépést lép az ember tud kicsit fújni, akkor újra begyorsul. Csak hát dobnak fölfele. Ugye elfárad a karakter. Aki egyébként szuper jól testre szabható. Ott megy az ellenség. Csúnya gonosz kutya ezért. Szekta. Szekta tagok. Nem foglalkozunk velük, mert most a helikopternek megígértem a... Nem jó életben már mondta. Tehát ha valamit a gyerekek valakivel harcolnak. Aha. Farkast. Ugye megbabonázták a farkast is ezek a gonoszok, a farkacsokat is ezek a gonoszok, és... És jó, mit gonoszkodtál? És már nem fogsz gonoszkodni.
megint megmentettünk néhány civilt, ezekért meg járnak szépen a pontok. Megnézzük, hogy mi volt nála. Mindenféle nyilak. Na. Ugye ez a szektának a jelképe. Szóval valami ilyesmire vágytam én egyébként. Nem bonyolult játék, de mindenképpen úgynevezett eye candy. Tehát gyönyörű szép. Na, visszajöttek a fiúk. De nem úgy van ám azt, hogy csak oda megyünk, aztán megtaláljuk a feladatot, mert amikor itt ez a fekete nyíl egyszer csak elkezd megfejledni, akkor azt jelenti, hogy az ellenséget elkezdett észrevenni. Hát próbáljuk meg, ne tudjuk, hogy kapja ezt a helikoptert. Hát a többiek is adtak neki, úgyhogy... Látnak egy bűnöst, ez lennék én. Az a baj, hogy egy idő után elfog ugye először. Hát a többiek úgy nézem, hogy leszették. De ilyenkor nullá először nem tudok mit csinálni. Viszont először az majd kellene a... Ebbe sincsen? Csak a pisztolyban van? Ugye ez nem igazi farkas volt, hanem el volt varázsolva. Igazándiból egy puma volt, de az én pumám erősebb. Ha megkapta, ilyenkor már csak meg kell nyúzni. Jó van, ne izguljatok. Itt van a varázsló néni, aki mindenféle dolgokkal megbobonázza az embert, ha nem vigyel. Na, szóval ennyi. Ennyi a játék, valahonnan kéne szerezni az ősszert, mert ez így nem lesz jó. Hogy csak pisztolylőszerem van, hogy nem lehet neki indulni egy helikopter el visszalopásának. Úgymond. Az lenne az igazi, hogyha lenne valahol egy fegyverpolt. De neki csúnya vége lesz szerintem egyébként. Csak pisztolyom van. Nem túl jó jel, hát hogyha itt lesznek cuccok, szoktak lenni. Hát nincsenek. Hát van egy hátizsák, hát ha van benn valami. Nitro, meg egy nyíl, hát a nyíl az nekem nem kell. Wait till he lands, my baby tulip! Then rip that son of a bitch's pecker off and bring my sweet tulip home! Don't hurt my darling chopper! Don't hurt my darling chopper! Ez nem jó jel, ez a zene, ez nem jó jel. Mert itt szokták az embert bekábítani, amikor ez a zene megszólal. Akkor szokták bekábítani, és ez nem a kedvencem a játékból, az a rész. Most meg kéne keresni a Tyson-nek a chopperjét, ugye a helikopterét. Szembesüt a nap, arra csak nem rakják már, ahol szembesüt a nap. Azt mondják, hogy innen talán lehet látni. Egy garást azt felfedeztünk. A Csajszónak helikopterje továbbra sincs sehol. Aha, ott vannak gonosz bácsik. A toronyban. méterre van valami. Hát, tehát annyira szembesült a nap, hogy semmit nem lehet látni. Na. Most már 20 perces ez a videó, úgyhogy
Lassan befejezem, mert senki nem nézi végig. De ha végignézted, akkor gratulálok. Majd még mutatok egyéb videókat is. Jó, most legyen elég ennyi. Köszi szépen a figyelmet. Na, tehát meglett a helikopter. Nem volt egyszerű. De ugye azt is szeretném csak megmutatni itt még végén a videónak, hogy ugye tudunk vele emelkedni, süllyedni, és körül tudunk nézni. Ugye azt az utasítást kaptam, hogy vigyem vissza a helyére, de hogyha menet közben olyasmit látnék, amire szívesen lőnék, akkor lőjek nyugodtan. De biztos, hogy egy nagy élmény lehet. Hát de vissza kell vigyük a gazdájának. Ugye minden olyat tud, amit egy helikopter lehet dönteni, ugye lehet vele oldalazni, emelkedni, süllyedni. Süllyedni egyébként még egyébként a C-vel lehet. Hát, ugye sose olyan egyszerű, hogy leszállunk vele, ezt visszaadjuk a helikoptert. Nem jönnek vissza az ellenségek. És ezért a segítségemre lesz szüksége. A csajszinak. Hát ez meg is kapja. Hát igazándiból most nem nagyon bánom, hogy kell őket kicsit érteni. Lerakjuk, hogy meglegyen a misszió. Belekeverednünk itt egy kisebb fajta alba. Szerencsére újra ugye megjönnek a segíteim, és azok is azért meg fogják őket aprítani. Úgy is van. Arra kell vigyázni, hogy a... Ezért sajnos a... bántják a kutyát is. Ezek a gonoszok. Hát ennyi. Azért itt elrendeztük ezzel a... helikopternek a géppuskájával. Remélem, hogy Csajci nem kezd el nekem itt reklamálni, hogy... hogy kicsit meglődözték a helikopterjét. Visszahoztam a tulipánt. Na gyere ide! Hát konfliktus... konfliktusban ugye nem lehet vele beszélni. Úgyhogy addig... Na. Alright then. In any case, well, slap my tits and call me Shirley. You made it just in time for all the fun. And you brought Tulip back in one piece. Now, I always keep my word. So,
If you need a pilot who can shoot the dick off a gopher from 50 feet in the air, I'm your gal. You call me, anytime. Except around sunset. Xander likes to do yoga around then, and I like to watch. You ain't lived until you seen that ass and downward facing dog. Anyways, thanks again, huh? I owe ya. Tehát nem elég, hogy az ember megcsinál a missziót és kap egy csomó pontocskát. Szerez újabb szövetségeseket, tehát mostantól ő is elérhet a szövetségesek között, amit meg is mutatok. Itt a menüben itt vannak, akiket lehet. Ugye most a két hely be van töltve a boomerrel, meg a pumával, Peaches-szel, de őket már ugye megcsináltam a missziókat, és őket már lehet hívni, még a medvés missziót nem. Ezeket még nem, de ugye bármikor kicserélhetem őket a szövetségesre. Ugye ha ma itt járunk a menübe, itt a térkép, tehát hogy mekkora a világ ennek a játéknak. Ezt ez a térkép is mutatja. Nem kicsi. Ugye itt vannak a missziók, amiket végig kell hajtani, ez lesz most a következő. Rá is nyomunk. Szövetségesek. Itt vannak a perk pontok. Ugye különböző képességeket lehet szerezni. Ugye a sárgák azok már megvannak. Na itt a wingsuit, amikor tudok vitorlázni. Kívánám ezt a lábon. Amit én keresek, az most a parancsnok. Na, ez például egy jó dolog lesz. 7 pontért meg is vásároljuk. Több cuccot tudunk magunkkal vinni. Mindenféle kihívások vannak, amiket lehet teljesíteni. Ugye ezek a cuccaim, amiket már összeszedtem, vannak élő események, és ugye minden, és a karaktert lehet öltöztetni. Mindenféle dologba. Ezek közül nem mindegyik kerül pénzbe. Ugye ezek már megvannak, ezek a cuccok, a többit meg lehet vásárolni. Gondolom élőbe is. Mert ha én csinálnám, akkor biztos csinálnék ilyen pólót. Hogy aztán utána azt eladjam a boltba. Föl lehet a muksokámat ugye öltöztetni. Troublemaker, bajkeverő. Na ez jól néz ki, igaz? Akkor vegyünk egyet. Hú, 2700-ért? Nem. Jól leszel így, barátom, ahogy vagy. Na, szóval ennyi. Köszönöm a figyelmet.